Szép napot mindenkinek, ez itt a Soul Session Base csatorna. Minden szombaton, általában 7 és 9 között a 90.9 Jazzy-nek köszönhetően megszólalunk a Jazzy Rádió hullámhosszán. Bogyó Tomi és Fekete Tomi barátommal játszunk nagyon-nagyon kiváló muzsikákat, soul slágereket elsősorban, és mindig megihlet engem ez a kis műsor, mert hogy Tomi olyan lemezekkel rendelkezik, amelyeket én életemben nem foghattam a kezemben, cserébe általa hozzám kerülnek olyan dalok, melyek elképesztő basszus menetekkel bírnak. Ilyen ez a Nolan and Crossley lemez is, ami Curtis Nolan és Raymond Crossley lemeze. Ők ketten énekelnek ezen a kiváló lemezen, és hát embertelen basszus gitározás van, és hát mindenképpen utána kellett járnom Eddie Watkinsnak, aki kiválóan basszus gitározik ezen a lemezen, és hát a 70-es és 90-es évek között nagyon-nagyon sok dalban kiváló basszus gitáros fenoménként megjelent. Santana, Cher, Diana Ross, Quincy Jones, Herbie Hancock, Peter Frampton, Pointer Sisters, és még sorolhatnám Marvin Gaye lemezeit, amiken megtalálható az ő játéka, tehát érdemes utána nézni Eddie M. Watkins Jr.-nak, aki ebben a dalban elképesztően basszus gitározik, nagyon-nagyon felemelő volt leszedni is magát a basszus menetet, és hát bízom benne, hogy ennek átadásával eljut sokakhoz a hír, hogy Eddie Watkins egy kiváló basszus gitáros, úgyhogy nézzük gyorsan ezt a dalt, melynek az a címe, hogy Late on the Line, és ezen a 81-es lemezen található A oldal első trackjeként. My soul is burning, I'm on fire, baby. I need to know.